2014. április 24-e és 27-e között egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően Érsekhalma 4 napon keresztül vendégül láthatta testvértelepülései, a vajdasági Rudas és Palics, az erdélyi Györgyfalva, a felvidéki Nagyida és a hollandiai Zwolle küldöttségeit, összesen több mint 200 főt. A program fő koordinátora Érsekhalma polgármestere Horváth Roland volt. A vajdasági Rudas község, illetve a Györgyfalvi, a erdélyi Györgyfalvi településsel már közel 10 éves a kapcsolatunk. A hollandiai Zwolle településről, illetve a felvidéki Nagyida településsel 3 éve kötöttünk így öten egy barátsági szerződést, és ehhez a barátsági szerződéshez, vagy testvérvárosi kapcsolathoz jött most egy újabb vajdasági település, Palics települése. Hát idestova Ludas már 10 pár éve Érsekhalmával testvértelepülési kapcsolatban áll. Régi kapcsolat, családi barátságok fűznek egymáshoz bennünket. Kulturális és egyéb területeken próbáltuk felvenni, illetve közös erővel felvenni a harcot, hogy így mondjam, a bürokrácia ellen is megpróbáltunk valamilyen közös programokba részt venni. Általánosan ez jobban Érsekhalmára volt érvényes, hogy nagyobb sikerrel jártak az ő pályázatjaik. Így sokkal többször mi voltunk vendégek itt Érsekhalmán. Tudjuk azt, hogy a szerbiai állapotok milyenek. Vajdaságban ugye a helyzet olyan, amilyen. Amikor módunkban állt, akkor mi is megpróbáltuk az érsekhalmaiakat falunapkor, illetve különböző nevezetesebb napjainkon vendégül látni. Több rendezvényünk is van, mondjuk úgy, de a leghíresebb a Ludasi Falunap Fokhagyma Fesztivál, vagy pedig a Lovas Találkozó, hasonlóképpen, mint itt Érsekhalmán. Akkor voltak vendégeink már több ízben az érsekhalmaiak. Általában kulturális téren tudjuk egymást legjobban támogatni. Az ismerettség, illetve a barátság is így született. Annak idején még valamikor ott a 90-es években az asszony kórus, illetve a népdalkör által születtek meg az első kapcsolatok, amikor is aztán az önkormányzati szintre vittük ezt a dolgot, és megkötöttük a barátsági szerződést. Nem kevesen érkeztetek? Hát nem kevesen, hála Istennek, hogy a pályázat ugye sikeresen végződött, így elég komoly létszámban kaptunk meghívást, egy közös busszal érkeztünk a palicsiakkal, majdnem 100 fő érkezett. Palics egy 6000 fős település a szerb-magyar határ mentén. Gyakorlatilag két részből áll Palics mint üdülőtelepülés, illetve Palics mint lakótelepülés. Az üdülőtelepülés a Palicsi tó partján helyezkedik el. A Palicsi tó egy alluviális tó, amely az osztrák-magyar monarchiában alakult ki, mint üdülőtelepülés a 48-as forradalom után. És gyakorlatilag a századfordulón épültek ki a hotelek, épültek ki a strandok, amely azóta is megőrzésre került, most inkább a kongresszusi turizmusra fókuszál, mivel a tó fürdése nem teljes mértékben alkalmas, terveinkben van egy fürdőkomplexum építése, Palics híres még az állatkertjéről, illetve arról, hogy gyakorlatilag Észak-Vajdaság, illetve Vajdaság egyik fő idegenforgalmi területe. A Györgyfalva Kolozsvár mellett fekszik, egy kis település, az egyedüli magyar település, ott sok román település van körülöttünk sajnos. Eléggé vendégszerető emberek laknak Györgyfalván. Most próbálunk ilyen fiatal közösséget létrehozni, hogy ne vágyjanak el az emberek a városra, inkább otthon maradjanak, próbálunk különböző tevékenységeket szervezni. Értem én a Mikulás járásra, meg húsvétkor bált szervezünk, falunapokat próbáljuk megszervezni évente, és ezzel próbáljuk a fiatalokat otthon tartani, és a hagyományt ápolni.
Hát Györgyfalváról 23-an jöttünk. Hát eléggé nehézkes volt, mivel mindenki valami más elfoglaltságot próbált találni, de végül összejött. Ez a kapcsolat már létrejött 2008-ban. Mink múlt éven megnyertük ugyanezt a pályázatot, tehát Érsekhalma nekünk testvértelepülés, és ugyanúgy Érsekhalmát megvendégeltük múlt éven, tehát ők most visszahívtak minket. Mit kell tudni a községetekről? 3450 lakosa van, abból 1450 a roma. A munkanélküliség nagyjából 30-33%, mivel sok a roma, azért ilyen nagy a munkanélküliség is. Nem messze van a nagy amerikai vasmű, a US Steel, aki azt lehet mondani, hogy már 1959-től szennyezi a levegőt, ezért építkezési tilalom volt 1996-ig, és ez éven mink szeretnénk felépíteni 2x16-32 lakást, hogy a fiatalok nagy idán maradjanak, ne menjenek el. A sok határon túli magyar település között a hollandiai Zwolle háromfős küldöttsége volt a kakukktojás Ruth van Pelt vezetésével. Since 25 years we have a partnership with Györgyfalva. 25 éve létezik az az egyesület, ami azért született, hogy a györgyfalviakat segítse, és hát tulajdonképpen ez az alapja annak, hogy ők most itt lehetnek, mert hogy vannak baráti kapcsolataik Györgyfalván, és ugye ebből alakult ki konkrétan az, hogy Érsekhalma is kapcsolatba tudott lépni ezzel a civil szervezettel Hollandiában. Ruth éppen második alkalommal tartózkodik itt Érsekhalmán. Nagyon szeretnek egyébként itt lenni, tehát a saját elmondása szerint ez egy tökéletes hely arra, hogy kipihenjék magukat. Nagyon jó programokat szerveztek nekik itt a programszervezők. Tegnapi napot is nagyon jól töltötték el, Pécsen voltak, és ez nagyon tetszett nekik. Ő éppen második alkalommal, mint mondtam, második alkalommal van most itt Érsekhalmán. Karin is, a másik hölgy is második alkalommal jött el hozzánk, és a fiatal hölgyemény Alice, ő pedig már harmadszorra van, ő a kezdetek kezdete volt a kapcsolatban. Szerencsére Európai Uniós brüsszeli forrásra pályáztunk, ez kimondottan egy brüsszeli testvérvárosi kapcsolatos pályázat, amelyet Brüsszelbe kell beadni. Ezen sikerült 25 ezer eurótnyi forrást, pályázati pénzt elnyerni, és ebből tudtuk megrendezni ezt a 4 napos rendezvényt. Az Európa Polgárokért nevű pályázatban nyert Érsekhalma. Mi, mint Palics, helyi közösség, vagyis önkormányzat, részt vettünk ebben a pályázat megírásában. Ludas településnek mi szomszédai vagyunk. Ludas, mint tudjuk, Érsekhalma testvértelepülése, nagyon jó kapcsolatunk van egymással, ezért így felkértek minket, hogy mi is vegyünk részt egyrészt a pályázaton, másrészt pedig, hogy vegyünk részt a mai lovasnapon. Ezt kimondottan testvérvárosi településeknek a kapcsolatteremtését támogatja. Nyilván olyan projekteket, ahol a testvérvárosi kapcsolaton kívül, tehát a szórakozáson kívül egyéb konferencia, illetve rendezvény is sorra kerül. Idei témánk az volt, hogy az Európai Uniós választásokat beszéljük át, illetve nézzük meg azokat a projekt lehetőségeket, projekt gondolkodásokat, ahol esetlegesen egy, kettő vagy három település együttműködve tud brüsszeli pályázatokat, az már nem egy testvérvárosi települési, hanem egy szakmai pályázatra pályázni. A 4 napos program egy ökumenikus istentisztelettel kezdődött, amint több testvértelepülés lelkipásztora is közreműködött. Az istentisztelet állítatát szolgálatával segíti Nagy Szabolcs Hajósi tiszteletes úr, magiszter Szabó Krisztián nagyidai tiszteletes úr, dr. Szalai László nagyidai plébános úr, végül de nem utolsó sorban nagy szeretettel köszöntjük a Nemes Nándorbali Egyházi Kórust Szebelédi Gábor vezetésével. Évente egy-két alkalommal megtörténik, hogy ökumenikus istentiszleten veszünk részt, ami mindig jót tesz, ugye az emberek, hívek ugye látják az egységet, papok együtt, és ez jót tesz minden esetre településnek, lelkeknek, híveknek. Áldás békesség! Dicsértessék le Jézus Krisztus! A virunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretet és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindjártokkal. Mint a helyi plébános, én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt a templomban nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepülhetünk, katolikusok, reformátusok, az egy Istent dicsőíthetjük, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Őrben veszünk, mi vagyunk, Krisztus lett a mi vasszunk. Alleluja!
amikor készültem erre az Isten tiszteletre, és próbáltam nem húsvéti prédikációval jönni, mert gondolom, hogy akik templomban járó emberek húsvéti prédikációt hallottak sokat. Gondolkodtam, hogy mit tudok kihozni ebből az igéből, ebből a kimondottan húsvéti igéből, amit mi református keresztjének a leggyakrabban síri liturgiaként szoktunk emlegetni, hiszen a nyitott sírnál olvassuk temetések alkalmával feltámadás himnuszának is hívjuk. Ellennek nincs húsa és sontja, de mint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta neki kezét és lábát. Van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük látára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesítenem mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. A mise után egy jó ízű közös vacsora következett, ami az ismerkedés jegyében zajlott. Az egymáshoz közelebb kerülésben nagyban segített egy kiállítás, ahol minden település bemutathatta a többieknek értékeit, hagyományait. Másnap reggel a küldöttségek buszra szálltak, és egy egész napos kirándulás jegyében megismerhették Pécs város nevezetességeit, illetve annak egy részét. Nagyrészt külső megtekintéseket fogunk csinálni, két belső megtekintésünk lesz. Az egyik a világörökségi sírkamrát, amit Cella Szeptihóra látogatóközpontnak neveznek, és a végén pedig egy ilyen kis laza, de kulturális, de finom és édes program, a Marcipán és Patika Múzeum. És most Pécsről egy kis bevezető, Magyarország 5 legnagyobb városa közé tartozik, és 160-170 ezer a lakosainak száma. A Pécsi Egyetem még 30 ezer diákot számlál. A legelső egyetem volt Magyarországon, 1367-ben alapította Nagy Lajos. A város helyén a római korban a Szopiána nevű város volt, a római birodalomhoz tartozott, és ahol állunk alattunk már a római kori temető helyezkedett el. Egy nagy palottak városa van alattunk, a pécsi nekropolisz, és ebből egy kis szeletet fogunk majd a sírkamrákban megnézni. Kulturális főváros Magyarországnak, illetve az Európának nagyon nagy fejlesztésen mentek keresztül, és ezt szerettük volna bemutatni. Kassán voltunk egy ugyanilyen projekten, mert Kassa is volt Európa kulturális fővárosa, és innen jött az ötlet, hogy mi is mutassuk be a mi magyarországi európai kulturális fővárosunkat. Nagyon tartalmas és jó programot tudtunk Pécsen eltölteni. Thank you.
cella szeptióra és a Marcipán Múzeum megtekintése után következett az ebéd egy tradicionális pécsi étteremben. És akkor folytassuk a test élvezeteivel, a szellemi táplálék után. A test élvezeteivel folytatjuk a találkozót. Jó étvágyat kívánok! Ebéd után szabad programként Pécs belvárosát ismerhették meg jobban a vendégek, és persze vásárlásra is volt lehetőség, majd a visszautat követően a kitartóak az estét egy nádudvari borospincében tölthették. A harmadik nap szombat volt a testvértelepülési találkozó fő programja a lovasnap. A futamok, még ha kis csúszással is, de ideális időjárási körülmények között kezdődtek el. Tisztelettel köszöntöm a versenyzőket, vendégeinket, versenybíróságot és minden kedves részlevőt. Reméljük a mai napon jó idő lesz, és mindenkinek sportszerű és jó versenyzést kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek Érsekalmára, minden kedves nézőinek pedig jó szurkolást kívánok. A györgyfalvai, nagyidai és cvollai vendégek már csütörtök óta élvezték Érsekhalma vendégszeretetét, ám a legnagyobb küldöttség a vajdaságiak busza szombat délelőtt futott be. Kedves polgármester úr, kedves érsekhalmiak, engedjék meg, hogy a palicsi helyi közösség és a itt lévő palicsi polgárok nevére megköszönjem azt, hogy elvettünk ide. Itt lehetünk, és ezt a mai napot együtt tölthetjük veletek. Reméljük, hogy nem az utolsó alkalom, de az első alkalom. Mi is szeretettel várunk bármikor később benneteket Palicson, ezt majd megbeszéljük, mikor lesz ilyen alkalom. És reméljük, hogy ez az egész partnerség tovább fog gyümölcsözni. Engedjék meg egy rövid kis ajándékot Palicson. Köszönjük az ajándékokat! Nyilván a palicsi meghívásra is fogunk kérni, mert nagyon szép az állatkert, én ezt már megtekintettem a gyermekeimmel, úgyhogy biztos, hogy fogunk kérni a palicsi meghívással is. Én mindenkinek jó szórakozást, ha bármi probléma, kérdés van, Ildi, Kriszti, Marian, Erika, Iza itt vannak, vagy itt vagy a tájháznál, nyugodtan lehet őket zavarni, zaklatni. Jó? Bármilyen jellegű szolgálatot. Szabadni kell a Krisztin! A Menyecse kórus nevében szeretnék nyilatkozni. Azt mondták, hogy 10 óra után lesz striptíz is. Na jó, köszönjük szépen a felajánlást! Ez attól függ, hogy most lesz a striptízben. Fűzérfogó! Én másnél emlékszem, de minden. Van művészemetek, tudod. Akkor most sokan az úgy, hogy visszük sorba az ajánlásokat, jó és a családjukát.
lovas programok mellett a szervezők gondoltak a legkisebbekre is, hiszen a tájház területén amellett, hogy négyféle ebéd közül lehetett választani, egy népi játszóteret is kialakítottak, amelyet a gyerekek gyorsan birtokukba is vettek. Az eddigi programokat teljes mértékben elégedtek vagyunk, hiszen délőtt folyamán megismerkedtettünk Érsekhalma településsel, itt a látnivalókkal, nevezetességekkel, most pedig az ebéddel teljes mértékben meg vagyunk elégedve, jól laknunk, és most várunk arra, hogy fellépjünk a délutáni kultúrműsorban. Meddig maradtok? Hosszú lesz az este? Hosszú lesz az este, hiszen csak úgy tervezzük, hogy csak a tűzijáték után megyünk haza, tehát gyakorlatilag fél 11 körül indulunk, ami azt jelenti, hogy éjfél egy óra után fogunk majd csak hazaérni. Sajnos a határnak köszönhetően úgymond másfél órát minimum el fogunk tölteni, hiszen különben csak egy maximum egy óra volna az út. I like the Hungarian people. I know them now for more than 25 years. Nagyon szereti a magyar embereket, 25 éve van kapcsolata a magyar emberekkel. Nagyon jónak találja, nagyon szép a magyarok vendégszeretete, nagyon meleg szívű embereknek látja őket. Az ételek is, ahogy ő is fogalmazott, nagyon finomak, és nagyon szereti a Magyarországon és a Romániában élő magyar embereket is. Nem furcsája azt, hogy környéken akármelyik országban vannak itt mindenki magyar? I know something about the history of Magyar. So... Szereti egyébként a magyar történelmet is, ismeri is, és tudja, hogy ez egy nagyon érzékeny pontja a magyaroknak, de nagyon reméli azt, hogy a külföldön élő magyarok is jól érzik magukat a saját országukban, hiszen mindenkinek az a saját anyaország, az a saját hazája, és nagyon reméli azt is, hogy magyarnak lenni, magyarnak érezni magát mindenkinek egy nagyon jó érzés, mert hogy a magyar emberek nagyon jó emberek. The feeling of being Magyar, yeah, that's for everyone the same. Hát nagyszerű volt ez, tehát számomra ez a fogadhajtás, hogy ez nagy élmény, és nagyon sajnálom, hogy el kell mennünk, mert állítólag a testvértelepülésekből is lesz egy-egy fogadhajtás. Tehát nagyon-nagyon közeliek számomra, ugye a fogata a lovak, saját magamnak is van egy póni fogatom, amit itt-ott még a liturgiába is bekapcsolunk, tehát most például virágvasárnap az Úr Jézus póndlovon vonult, van egy bérmálkozó fiunk, nagy hájjal két oldalt fésült, és az volt a Jézus, és az embereknek is nagyon tetszett. Legjobban a lovas bemutató tetszett természetesen. Nálunk ilyen, meg főleg a környéken ilyen nem látható. Még nagyapám elmondásából emlékszek, hogy ő említette mindig a lovakat, hogy nagy idán is azelőtt mennyi sok ló tenyésztő volt, meg nagyapámnak is mennyi lova volt, és most láthatom élőbe, azt tetszett nagyon. Nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm én is testvértelepüléseinket, Györgyfalvát, Ludas, Kalincsot, Zvollét és Magyida településeket. Nagy ünnep ez számunkra, hogy mind a felvidékről, mind Erdélyből, mind a Vajdaságból magyarokat tudtunk meghívni a szép napunkra, a falunapunkra, a lovasnapunkra, barátainkat, testvéreinket. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok! Az idő is kedvezett nekünk, kicsit a nap, nem véletlen, ünnepelünk. Ünnepelünk egyrészt a lovasnapunkat, ünnepelünk egy embert, aki Érsekalma községért nagyon sokat dolgozott. Bármikor, ha kellett, hívtuk, jött. Iván Lajosnak jutott az a megtiszteltetés, és nagyon köszönöm, hogy Érsekalma képviselőtestülete Érsekalma kitüntetés díjjal adományozta. Köszönöm, Lajos, gyere légy szívesen a színpadra. Gyemlékpakettel szeretnénk kedveskedni számodra, és köszönjük még egyszer mindazt a sokat, amit segítettél nekünk. Köszönjük, Lajos! És lesz itt program bőven, kulturális program, úgyhogy én át is adnám a konferenciának újra beszédet, mert 4 órától egészen este 7 óráig most a kultúrműsorokat látjuk a testvér településünktől, majd 8 órától a Bombon együttes, majd a Bettáns együttes zenél.
Köszönöm mindenkinek, hogy eljött hozzá. A testvérvárosi pályázat keretében rendeztük meg a lovasnapunkat is, ami már hagyományőrző. Ez a 8. lovasnapunk volt a településünk életében, és e köré rendeződött a többi programkínálat. Szerencsénkre a kulturális programból is akadt bőven. Egyrészt a testvértelepülések is hozták a saját kulturális táncegyütteseket, kórusegyütteseket. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az ilosvai együttes, nagy idei ilosvai táncegyüttes is fel tudott lépni, akik azt gondolom nem csak Európában, hanem világhíresek is. A műsorunkban egy hajdúsági táncot, illetve egy zenekar, a zenekartól egy boncidai dallamokat hallottunk, utána naidei, illetve budavölgyi cigánytáncokat, és aztán meg egy gömöri pásztorbotolót, illetve csárdást. Az együttes 63 éve alakult, több generációs csapatnak is lehet ezt nevezni, mert van gyerekcsoportja, van felnőtt csoportja, és van hagyományőrző csoportja is, és minden éven az Ilosvai Fesztivál, ahogy szervezzük, akkor ott végül is ezek a csoportok bemutatkoznak, illetve szeretnénk bemutatni a nagy közönségnek azokat a új műsorokat, illetve elért eredményeket, hogy azért lássa a helyi közönség is, mert rengeteget járunk külföldre, rengeteget járunk versenyekre, és így a helyi közösség nem láthassa műsorinkat, és azért mindig van az Ilosvai Fesztivál, és ott mutassuk be ezeket a dolgokat. Minek köszönhető ez a sikertörténet, hogy már 63 éve fent álltok folyamatosan, és hogy ennyi helyre eljutottatok? Hát szerintem a vezetőknek, volt is jelenlegi vezetőknek a tudatos pedagógiai munkája. Azért azt hiszem, hogy egy közösségnek nagyon fontos a hagyományokat fenntartani, illetve védni őket. Nem tudom, szóval ez mindig valakinek az a elhivatottsága, vagy nem tudom, minek nevezem, de tényleg muszáj felvidéken, meg ez is egy nagyon fontos dolog, hogy felvidéken élünk, és ott a magyarságot megtartani, és azt hiszem a magyar népi kultúra a leghivatottabb arra, hogy a nemzetiségi tudatunkat megőrizzük vele. Ugye a program keretében olyan volt a meghívó, hogy a termény kiállítással egyetemben kultúrműsort is hozzunk, így a falunkban működő Ludas Matyi Művelődési Egyesület szakcsoportjai közül a Hüzérfonó népdalkör és a Koppantó néptánccsoport fog fellépni. És hoztunk egy mesemondót is Ludasról, hiszen köztudottan Ludason nagyon dívik a népmesemondás. Ugye talán az egyik leghíresebb szakcsoportjaink közé a népmesemondók tartoznak. Az a Ludas Matyi elnevezés az teljesen véletlen? Hát semmi se véletlen, szoktuk mondani. Hát egy kicsikét rájátszottunk erre a dologra, kihasználva azt, hogy ugye Ludas megjelenik ebben a kifejezésben. A testvértelepülések kulturális műsora után következett a lovasverseny eredményhirdetése, majd a fogatok parádéja után a gyerekek lovas bemutatóját is meg lehetett nézni. Vacsora közben egy rövid időutazáson is részt vehettek a jelenlévők, hiszen a bajai oldtimer találkozóról egy nem mindennapi autó is a faluba tévedt. Az este a koncertek jegyében zajlott, melynek keretében a Bombon Együttes és a bajai Bad Times is megmozgatta a jelenlévőket. A jól sikerült napot tűzijáték zárta. Vasárnap egy speciális kirándulás várt a vendégekre, hiszen Kisvasút segítségével látogattak el Érsekhalmáról Hajósra. Az idegenvezető szerepét ezúttal Gonda János, Érsekhalma alpolgármestere töltötte be. Kezdem, hogy ez a térség, ahol mi most az időnket töltjük, ez a kalocsai érseknek volt a birtoka több száz éven keresztül, kivéve azt a 150 évet, amikor a török hódoltság miatt az érseknek is el kellett menekülni. A
Az utazás kalandosra sikerült, hiszen a pincefalu megtekintése után a szerelvény egyik kocsija lerobbant, így rövid várakozás után busszal folytatódott a túra. A hajósi kastély és csodás angol kertje elbűvölt mindenkit, majd következhetett egy igen finom ebéd a helyi Kovács borházban. Hát itt a környező településekkel nagyon jó a kapcsolatunk, tehát a programjaink próbáljuk még minden évben kiszélesíteni, mind Nemesnádudvart, mind hajót is bevonni a mi programjainkba. Ugyanígy van a másik két település is próbál be minket bevonni a programunkba. Azt gondolom, hogy a települések közötti összefogás mindenképpen kell, hogy tartalmas és kultúrált programokat tudjunk ezek biztosítani az ide látogató turistáknak. Természetesen a gasztronómia azt gondolom, hogy nem hiányozhat a magyar vendégfogadásból, és a jó ételek mellett nyilván a hajósbaji borvidék borait is megkóstolták az ide látogatók, illetve hozták ők is a helyi termékeiket, és ezt be is mutattuk egy-egy pavilon. Minden településnek volt egy-egy pavilonja, ahol a helyi termékeiket be tudták mutatni, a helyi kultúráikat, hagyományokat. Azért volt, hogy nagyobb kaland legyen, hogy lerobbant a kis vasút? Nem, sajnos technikai malőrök mindig jönnek, ez egy volt szerencsére a 4 nap alatt, de ezt is kihevertük, úgyhogy nem volt nagyobb baleset. Nagyon örülök annak, hogy ilyen napok szerveződnek, és nagyon örülök annak, hogy a falumból ezzel a pályázattal is most nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget, hogy egy ilyen gyönyörű nap kiránduláson részt vegyenek, hiszen ezek a gyerekek, én gondolom, hogy nem sűrűn tudnak külföldre egy ilyen szép nappal kirándulás folyamán ugye eljutni, és nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen dolgokat szervezzünk egymásnak, és próbáljunk barátkozni, és így ugye lehetőség nyílik arra, hogy megismerkedjünk más tájakon élő emberekkel, úgy, mint erdélyi, ugye tudjuk, hogy itt van Györgyfalva is, ugyanúgy a Hollandiából, sőt még ugye a felvidékről is itt vannak a kedves vendégek, hát így próbáljuk megkötni ővelük is a barátságot, és esetleg tovább szélesíteni ezt a testvértelepülési akciónkat. Nagyon gyorsan eltelt, azt lehet mondani. Nagyon jól éreztük magunkat itten nálatok. Jó meg volt szervezve. Azt lehet mondani, hogy mint testvérek úgy éreztük magunkat itten nálatok. Ez a nagy barátság a két település között. Szerintem közbejátszik az is, hogy a közéletben közös problémáink vannak, úgyhogy ezáltal sok dolgot így meg tudjunk beszélni. Ugyanaz, ami az érsekhalmaikat agasztja, ugyanaz agasztja a nagy idejákat is. Ezáltal egy hullám hosszan bengünk, azt lehet mondani. Közös bánatunk, közös örömünk összehoz minket, és ezáltal szerintem azt lehet mondani, hogy jól érezzük magunkat azért. Hát szerintem nem bánta meg senki, jól éreztük magunkat. Tegnapi pécsi látogatás az mindenkinek tetszett, és igazából az itteni közösség meg az emberek is. Nagyon tetszik Érsekhalmának az a közösség, az a közösségi összetartó ereje, ami van, és amit létre tudtatok hozni itt ebben a kis településben, mert azért tényleg új faluház, az a lovas bemutató is, ami volt. Szóval nekem legalábbis, amit nagy gyorsan tudtunk megnézni, nagyon tetszett különben, és egy színvonalas produkciót is láthatott a nagy érdemű közönség. Örömteljesen voltunk, és szeretettel várjuk önöket is, és felvidékre is, hogy ezt a barátságot ápolni és őrizni kell. Kérdeznek tőle, hogy mikor fogja megnyerni a Zwolle labdarúgó csapat a holland első osztály bajnokság? Difficult question. Yes, very, very funny question. When will the football group of Zwolle win the football championship? I'm afraid never. But maybe next year they play 2 games in the European League. Maybe to Debrecen. Maybe to Debrecen? Yeah. They will come to Debrecen? Maybe. When there's when they have to pick up who's against who, I think Debrecen will also be in the European League. Hát a jóslatok szerint talán soha, de nagyon reménykednek benne, hogy jövőre már lesz lehetőségre, és lehet, hogy el fognak látogatni Debrecenbe is. Beszéltünk a jövőről, mi próbáltunk már a Vajdasággal IPA projekten beadni, 2 ilyen IPA projektet is adtunk be, ahol egy kézműves ház kialakítása, illetve ilyen szakmai együttműködések is megvalósulnak.
Szerintem a következő programunkban mindenképpen beszeretnénk vonni már a vállalkozókat is nagyobb számba, és megpróbálni olyan projekteket, ami értékteremtőként, vállalkozás fejlesztést hoznának, mind a mi településünkben, mind pedig az ottani településeken. Remélem, hogy minél tovább fog ez a testvér kapcsolat ápolódni, és hogy ilyen oda-vissza csere kapcsolat mindig fog működni, és sok generáción is jövőben menőleg, hogy fogjuk egymást látogatni, és egymás tapasztalatait, bánatait, meg örömeit át fogjuk tudni egymásnak adni, és ezáltal fogjuk tudni fejlődni. Szerintem lesz folytatása, mink megpályázunk ez éven is ezt a projektet, a Europe for Citizens, tehát mink szeretnénk, hogy a szeptember végén tudnánk ugyanezt a akciót megcsinálni. Azt gondolom, így kerek ez a történet, nagyon örülök, hogy egy sikeres programon vagyunk túl, és remélem lesz folytatása. That was when I ruled the world.